Szia! Én Sanyi vagyok, holisztikus önismereti mentor, tétai linkonzulens, illetve képződő családállító, ez pedig a Megértem Podcast. Szeretném bejelenteni számodra azt, amit szerintem már egyébként az előző részben is mondtam, hogy ismételten előadást tartok április 6-án, az előadásom azt a címet kapta, hogy kiút a sérülések fogságából. Hogyha sok olyan dolog van benned a múltaddal kapcsolatban, amit úgy érzel, hogy nem tudtál megdolgozni, nem voltak meg a módszereid, és nagyon-nagyon sok olyan dolgot cipelsz magaddal, ami tényleg így terhes számodra és a múltból jön, akkor ez az előadás neked szól. Nagyon sokat fogok mesélni arról, hogy én milyen múltbeli dolgokat éltem meg, amik sérülést okoztak nekem, mind a családomban, mind a párkapcsolataimban, illetve társadalmi szinten is. És nagyon sokat fogok arról mesélni, hogy én ezekkel hogyan néztem szembe, hogyan küzdtem meg velük, illetve sok olyan tanítást is szándékozok átadni nektek, a résztvevőknek, amik segíthetnek abban, hogy elgondolkodjatok azon, hogy ti hogy tudnátok ezekkel szembenézni. Úgyhogy, ha ez most megérintett, és azt érzed, hogy ez neked szól, akkor a podcast leírásában megtalálod a linket. A mai téma az nem más, mint az, hogy miért fontos sírni és nevetni is. Elsősorban a sírás részével fogom megfogni ezt az egészet, hiszen miért fontos nevetni, talán ez is egy jó kérdés, de a sírás az még inkább fontos. Miért ezt a kettő dolgot hoztam, miért a nevetést és a sírást rakom egymással? szembe. Azért, mert én azt gondolom, hogy a nevetés az ugye az öröm, a boldogságnak az egyik legmagasabb, hanem a legmagasabb kifejeződési formája. A sírás pedig ugye a fájdalomnak a legmagasabb és leginkább érezhető kifejezési forrása. Forrása, hülyeséget mondok, tehát formája. <laughs> Nézd el nekem, kicsit fáradtam veszem fel ezt a részt. Szóval a lényeg a lényeg, hogy ezért állítom szembe egymással ezt a kettő dolgot. Érdemes lenne, mielőtt belemennénk ebbe az egészbe, ezeket az érzéseket, nem úgy szemlélni, hogy fájdalom és öröm, hogy az egyik a jó, a másik a rossz. Mert a duális gondolkodásnak ez az egyik legnagyobb hátránya, hogy ezáltal, hogyha az egyikbe vagy, akkor az ellenállást okoz benned, tehát hogyha fáj, akkor azzal kapcsolatban ellenállás van, hogyha pedig a boldogságra gondolsz, akkor afelé egy törekvésed van, és el akarod érni. Viszont, hogyha az érzelmeket egy olyan értelemben próbáljuk meg szemlélni, hogy egyszerűen mindegyik csak egy érzés, tehát a fájdalom meg az öröm bizonyos értelemben ugyanúgy csak egy érzés, és nyilván teljesen más, amit az ember megél ezekbe az érzésekbe, tehát ezért fontos amúgy a dualitás, hogy tudjunk különbséget tenni, de egy bizonyos szint után az, hogyha nagyon így elkezdjük az érzéseket jó meg rossz fiókba berakni, akkor az hátráltatni fogja azt, hogy meg tudjuk őket élni hátráltatni fog minket abba, hogy ki tudjon fejeződni általunk az összes érzés, ami ott van bennünk, és nagyon sok dolgot el fogunk folytani. Itt javarészt az emberek, ugye, hogyha egy általánosságban nézzük, akkor a fájdalmaikat próbálják meg elfelejteni, eltemetni, az öröm után pedig vágyakoznak, és ugye, amit megpróbálnak elfelejteni és eltemetni, az attól függetlenül ott van. És azért lenne nagyon fontos, hogy tudjunk sírni, mert akkor ez ki tud fejeződni. Menjünk bele akkor itt a sírásba. Az emberek nagyon nagy része fél a sírástól, nem akarja megélni, és azért nem akarja megélni én nekem legalábbis erről ez a nézőpontom, mert nem érzi azt, hogy olyan erős lenne ahhoz, hogy ő azt elbírja, egy. Kettő, azt gondolja, hogy ha sírni fog, akkor abban a fájdalomban benne fog maradni, és hogy semmivel sem, nem, semmivel sem lesz jobb a helyzet, hogyha sírni fog. Ez való igaz, mert olyan értelemben nem fog megváltozni semmi, hogyha sírsz, hogy ami történt. Tehát mondjuk te fel megcsaltak, sírsz rajta, nem fog nem megcsalni a párod, és nem tudod kitörölni. Csak ugye ez olyan értelemben egy nagyon fals irány, hogyha emiatt nem engeded meg magadnak a sírást, hogy az érzéseid nem tudnak kitisztulni. Tehát a sírsz, és ezt egy megengedéssel tudod tenni, anélkül, hogy várnád, hogy mikor lesz vége, vagy próbálnál ezt értelmezni olyan értelemben, hogy oké, okay, most akkor nekem ez jó, nem jó, többi, akkor az érzés ki tud tisztulni. A szenvedést sok esetben az érzések elfajtásánál az okozza, hogy nem engedjük meg, ami már alapból ott van bennünk. Tehát, ha már van benned egy fájdalomérzés, az nem fog eltűnni, tehát azon nem fog segíteni az idő, azt nem lehet elfelejteni, nem lehet úgy eltemetni, hogy ne legyen rád hatással. Nyilván, ha nagyon jó elfolytó vagy, meg nagyon jól el tudod temetni, akkor kevésbé fogod érezni, de akkor meg lesznek ilyen hatalmas nagy ilyen érzelmi kitöréseid, amikor ez elhatalmasodik rajtad, és egy depresszív állapotba kerülsz, mert annyi dolgot csöpörtél be a szőnyeg alá. Szóval ennek nem igazán van értelme, és valójában azzal, amivel az emberek azt hiszik, hogy meg tudják úszni az érzéseiket, ha elfolytják őket, pont azzal láncolják őket saját magukhoz. Mi történik, ha sírsz és megengeded az érzést? Hogyha nincs elvárásod, tehát hogyha nem, azért sírsz, mert azért itt most félre lehet érteni a mondani valómat, ha te azért kezdesz el sírni, mert attól azt várod, hogy majd el fog múlni a fájdalom, nem fog elmúlni. Viszont hogyha benned autentikusan, a normál folyásában egyszerűen csak úgy megtörténik az, hogy most sírnál, és meg tudod engedni, és benne tudsz ebbe maradni, és egyszerűen csak hagyod, hogy érezd azt, ami van, akkor ki fog tisztulni a fájdalmad. Ilyen pofon egyszerű. Viszont ezt sehol nem tanítják, sehol nem mondják el, sehol nem kapsz erre eszközöket, sehol nem tanítják meg, azt pedig végképp nem mondják el neked sehol, hogy sírni fontos. De lehet, hogy akkor ezt tőlem hallod először. Tehát sírni fontos. Nyomatékosítom. Tényleg fontos. És nézzünk már rá egy kicsit arra, hogy miért nem tudunk ugye sírni. Én szoktam egy ilyen fogalommal élni, hogy érzelmi megtartó erő. Ez azt jelenti, hogy van egy érzés, ami lehet, hogy kellemetlen, lehet, hogy nem jó benne lenni, de azt meg tudod tartani negatív értelemben, hogyha most én is címkézek, negatív érzésekről beszélünk. Tehát benne tudsz maradni. Én ezt családállításokban szoktam megélni, illetve a klienseimnél is szoktam látni, vannak olyan klienseim, akik tudják ezt hagyni, tudják engedni, hogy folyjanak a könnyek, hogy jöjjön az érzés. És mindig van egy pont, ahol érezhető az, hogy kitisztult az az adott érzés, és a nagy sírás után van egy ilyen sóhaj, amit most én is csináltam, és akkor így megnyugszik az embernek a lelke. Ez az érzelmi megtartó erő a nehéz érzések kapcsán. És ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy az érzelmi megtartó erődnek a fejlesztése azért is fontos, mert a boldogságot is meg tudod jobban tartani. És én szoktam egy ilyen gondolattal élni, nálam ez teljesen igaz, ezt nem olvastam sehol, ezt én fejtegettem így meg, meg én fogalmaztam meg, hogy szerintem annyira tudod megélni a pozitív érzéseket, amennyire a negatívat. És ez fordítva is igaz. Tehát, hogyha te nem tudsz sírni, akkor az örömöt is lehet, hogy nagyon megéled, azt érzed, de nem tudod kitartani. Nem, nem tudod igazából elnyújtani. Nem tudsz benne maradni ebbe az állapotba. Mert hogy itt jön megint az az értelmezés, amit az elején mondtam, hogy nincs különbség fájdalom és öröm között. Tehát, hogy érzés. És az, ahogy te viszonyulsz a fájdalmathoz, az megmutatja azt is, hogy hogy viszonyulsz az örömödhöz ilyen értelemben, mert nincs különbség. És én azt tapasztalom saját magamnál, hogy amióta én újra tanultam sírni, mert egyébként én nem tudtam, volt, hogy leültem és meg akartam engedni, de nem tudtam, mert akartam sírni, mert azt éreztem, hogy annyi fájdalom van bennem, hogy már jó lesne, de nem tudtam, ez körülbelül egy három évvel ezelőtt volt, és azóta ezt így továbbfejlesztettem magamba, és van egy pár mondat, ami nekem nagyon sokat segített. Családállításba jött ez a mondat, amikor így a mesterem állított nekem csoportos állításba, és érezte, hogy most úgy nagyon összetörnék abban, amit látok az állításon belül, de nem tudom megengedni, és csak megfogta a kezem, és mondta, hogy engedd, enged, engedd, hadd jöjjön. És ezeket én is így elkezdtem volna mondani, hogy engedem, hagyom, átjárhat ez az érzés, megengedem, ami bennem van, és ilyenkor szokott átszakadni és ilyenkor jön tényleg a sírás, vagy akár zokogás is, és ez elképesztően ijesztőnek tűnhet most neked, ha mondjuk ezt nem szoktad tudni megengedni magadnak, vagy nem éltél meg ilyen gyerekkorod óta, és még akár az is felmerülhet benned, hogy én hülye vagyok, hogy én ezt szeretem, vagy hasonló, és nem, őszinte leszek, nem szeretem, mert nagyon nehéz, de érzem azt, hogy van értelme. Tehát, hogy ez, ez egy olyan dolog, amit ameddig nem tapasztalsz meg a saját bőrödön, addig én hiába magyarázok erről, addig nem fogod érteni. És nem lesz kézzelfogható tapasztalásod ezzel kapcsolatban, és lehet, hogy lezárod magad be ezt a részt. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy, hogy vannak dolgok, amikről lehet beszélni, de csinálni kell ahhoz, hogy a másik át tudja érezni, teljesen megértelmezni tudja azt, hogy miről van szó. Na, és ez a fajta az lévő sírás, ez pontosan ilyen. És menjünk akkor még bele abba, hogy miért nem szeretnek sírni az emberek, meg miért nem szoktak. Gondolj egy kisfiúra vagy egy kislányra, aki te voltál, vagy gondolhatsz akár másra is, és gondolj bele abba, hogy sír. Mik azok a tipikus magyar gondolatok, amiket oda szoktunk adni ilyenkor egy kisgyereknek? Katona dolog. Ne sírj, semmi gond. Vagy akár eltereljük a figyelmét, hogy nézd, ott van egy cica, milyen aranyos, ne sírj. Az a helyzet, hogy ezt vigasztalásnak hívják, és a vigasztalás szó azt szerintem nagyon félre van értelmezve. A vigasz azt szerintem olyan értelemben lenne, az én számomra tökéletes, ha valaki úgy vigasztalna, hogy csak ott van velem. És azt mondja, hogy megértelek. És azt mondja, hogy, hogy érezhetsz így. És azt mondja, hogy rendben van, hogy így érzel. És ad egy ölelést, mondjuk. Számomra ez a vigasz. De mit jelent a vigasztalás gyerekeknél? Valójában ezt hívhatnánk úgy is szaknyelven, hogy elnyomjuk a gyerekek érzéseit. Tehát ők még képesek arra, amire mi felnőttként nem. Képesek úgy üvölteni, úgy zokogni, úgy sírni, ahogy mi már nem engedjük meg magunknak, mert lekorlátoztuk magunkat. Ők még tudják, de mi elrontjuk őket. És ez a fajta tudatlanság nagyon-nagyon sok gyerekbe okoz, amire felnő egy ilyen érzelmi elfojtott állapotot. Én is ebből jövök. Lehet, hogy te is magadra ismertél. És nagyon fontos ezeket átkeretezni és gyógyítani, és átforgatni arra, hogy ez szabad, ez egészséges, ez normális, szükséges és fontos. És gondolj bele abba, hogy ha most ismét kiforgatom neked, hogy miért fontos, hogy tudj mosolyogni. Hát azért, hogy megéld az élet örömét. Ha valaki nem tud mosolyogni, nincsen öröm az életébe, nem tud semminek se örülni, akkor nagyon szörnyű az élete. Teli van szenvedéssel, negatív gondolatokkal, negatív örvényekkel, amik beszippantják őt, és tényleg azt érzi, hogy nincs értelme a létezésnek. Az öröm az ilyen szinten létfontosságú. És ugyanúgy a fájdalmak megélése is ilyen létfontosságú, mert ezeknek a kitisztítása visz téged közelebb ahhoz, hogy minél több időt tudj eltölteni az öröm, a könnyedség és a tiszta jelen állapotában. És ez egy olyan recept, ami nálam nagyon szuperül működik, folyamatos fejlesztés alatt van és hosszú évek munkája. És a sírásba való beleengedés, önmagunk beleengedése is egy hosszú folyamat. Szóval ne várjál magattól semmit azzal kapcsolatban, amit most uh, itt elmondtam, ne, ne támasz magad felé ilyen akaromból jövő célokat, hogy nekem sírnom kell. Sírni akarok, éri segítséget kérni, én ha nem kértem volna segítséget, valószínűleg nem tudnék sírni. Kellenek a külső nézőpontok, kellenek a személyre szóló, tanácsadások, iránymutatások, családállítások, érzelmi blokkoldások, tehát hogy rendkívül széles a paletta, ami szükséges ahhoz, hogy az ember hatékonyan tudjon magával foglalkozni, és én hatalmas szeretettel bíztatok mindenkit arra, hogy merjen segítséget kérni, merjen elmenni egy segítőszakemberhez, merjen kérdezni, merjen segítséget kérni olyanoktól is, akik akár csak a környezetében vannak, és nem ezzel foglalkoznak. Tehát, hogy kapcsolódásba sérülünk, és kapcsolódásban gyógyulunk. Ezt nagyon fontos megérteni. És van egy pont, ahol már nem tudsz magadon segíteni. Én ezt viccesen úgy szoktam fogalmazni, hogy akármennyire is erőködnél, nem tudod megnézni, hogy mi van a hátadon. Ha kitöröd a nyakad, akkor sem el nem tudod úgy kitörni a nyakad, hogy lásd, hogy mi van a hátadon. Ezért kell egy másik ember, aki el tudja neked mondani, hogy nézd, ez van a hátadon. És ez ő ezt megengedéssel, anélkül, hogy meg akarna változtatni, csak elmondja neked. Na, ilyen szerintem egy jó segítő. Nyilván fontos sokszor egy kis segberúgás is, de ezt lehet úgy kombinálni az emberi kapcsolatainkba is, akár magánemberként, hogy az még pont beleférjen, és rá lehet érezni, hogy a másiknál mikor mit engedhetünk meg magunknak. Szóval ennyi. Mosolyogjatok sokat, és sírjatok sokat. Én ezzel zárom a mai podcast részt. Pár fontos információ. A következő rész az egy kedves barátommal fog elkészülni. Az emberi kapcsolatokról fogunk beszélni, és a mi kapcsolódásunknak a rejtelmeiről. Utána pedig azt érzem, hogy szükségem van egy kis szünetre. Költözni fogok, nagyon sok változás történik az életembe. Szóval pár hét vagy egy hónap ki fog maradni a következő időszakban itt a podcast részekből türelmet kérek mindenkitől, picit megújulok és jelentkezni fogok hasonló kontentekkel, hasonló tartalmakkal, mint eddig. Addig is azt javaslom, hogy hallgassd vissza a régebbi részeket. Tuti, hogy van olyan, amit már rég hallgattál meg, és biztos, hogy tudna újat adni, de ha szemfüles vagy, lehet találsz olyat is, amit még meg se hallgattál. Úgyhogy van bőven hanganyag, podcast rész, hallgassátok, és remélem tudok nektek segíteni. Ezentúl, hogyha még nem iratkoztál fel a YouTube csatornámra, akkor iratkozz fel, vagy kövess be Spotify-on, vagy Apple podcast ha ott hallgatsz. És nagyon köszönöm, hogy a támogatod a munkámat a YouTube-on egy like Spotify-on vagy Apple Podcast-en egy csillagos értékeléssel, illetve azért is nagyon hálás vagyok, ha megosztasz egy-egy részt egy-egy olyan barátoddal, akinek ez hasznos lehet. Ezen túl az előadásomra továbbra is hatalmas nagy szeretettel várlak, a linket megtalálod itt a podcast leírásában és kívánok neked egy gyönyörű, szép további napot. Szia!